Zila számára az idei év különleges fontosságú. 550 évvel ezelőtt Mátyás király mezővárosi rangot adományozott a településnek. A hétvégén számos program keretén belül emlékeztek meg a jeles eseményről. A zilai Emke székházban Zila 550, 1473-2023 képek Zila történelméből címmel László László helyi történelemtanár a település első évszázadairól, a mezővárosi rang megszerzéséről, a helyi vásárokról, gazdaságról, céhekről, mesterségekről, a város jogállásáról, lakosságáról, városias arculatának kialakulásáról tartott előadást. A pénteki találkozón elhangzott, Zila fejlődésében a nagy áttörés 1473-ban történt, amikor Mátyás király mezővárosi rangot adományozott a településnek. Ez az a mérföldkő tulajdonképpen, amivel a város a települések közül kiemelkedve ugye egy olyan fejlődésnek indul, aminek a végére elérünk oda, hogy gimnáziuma van, református gimnázium, ugye hatalmas templomot épít, megerősödik egy közösség, ami aztán ki tudja termelni azt, hogy Ady Endre járhat ide iskolába, ugye egyre fejlődik az oktatás, vonzóvá válik a város, és elindul a polgárosodás útján, megalakulnak a céhek, ugye a leghíresebb messze földön a fazekas céhünk. A hétvégén a Szilágy megyei helyi termelők vására keretében a helyi Emke és a Zilai Történelmi és Művészeti Múzeum fazekas vásárt, kiállítást és kerámia díszítő műhelyt rendezett a múzeum udvarán, illetve az új sétáló utcában. Bemutatták a fazekasság múltját, a helyi fazekas céhek történetét, az edényeken lévő díszítések sajátosságait. Virágmotívumok vannak főleg szilágysági fazekasságban. A 19. századi zilahiak viszont nagy ritkán még szarvast is felfestettek a tányérokra, sőt még bokájon is van nagy ritkán, és hát ugye a madár motívuma volt nagyon jellegzetes, a zilai tányérokon vannak madarak, azok a legdrágább gyűjtői darabok mai napig is. Márciusban Szabó Attila kezdeményezésére megalakult egy kerámia díszítő kör a Zilai MK-házban. A 14 tagú csoport munkáit, valamint a régi 19. és 20. századi zilai cserépedényeket tekintették meg a látogatók.